Húsvét ünnepe János Somorján, templomokban, óvodákban. Átvállalta a város az áremelés felét a gyermekétkeztetésnél. Újra ingyenes agyagfészkekkel segíthetjük a fecskéket. Köszöntöm Önöket Húsvét ünnepén, ezek a JTV hírei. A hívek Jézus kereszt halálára csendesen emlékezve, feltámadását örömmel hirdetve ünnepeltek húsvétkor. A világi ünneplés sorából az óvodások emelkedtek ki, ők nyuszi simogatással és többek között egy különleges kiállítással is várták a húsvétot. Melyik ünnepre készülünk? Különleges kiállítással készült a húsvétra a központi óvoda. Kocsis József várbalogi tojásfaragó munkáiból nyílt kiállítást nézhettek meg a családok az ünnep előtt az Ovi folyosóin. Milyen tojásokból maradt? Tojás. A strucc és emu tojásokból készült műremekek aprólékos munkáról tanúskodnak. Az amatőr művészt a Szakma Világ Szövetsége is tagjává fogadta 4 éve. A nyuszi a csoport szobákat is meglátogatta az ovikban, itt az elrejtett ajándékokat kereshették meg a gyerekek. Nézzétek, csak jöttek kis vendéghozzá! Az ajándékok után találkozhattak az ajándékozóval is, sőt, a bátrabbak meg is simogathatták a nyuszikat a tornaszobában. A húsvét nyuszis, tojásos hagyománya a természet tavaszi újjászületésének ősi, ünnepi szokásából ered. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A Liget utcai kávária a város húsvéti egyházi szertartásainak kiemelkedő helyszíne hosszú évtizedek óta. Itt a hívek a stációkat járhatják végig, hogy szembesüljenek Jézus szenvedéseivel, az értünk hozott áldozattal. De nem csak ez a lényeg a keresztútnak, vallja az atya. Szerinte ez önmagunk felé fordulásra is jó alkalom. Így bejárhatjuk saját életünk Golgotáját, nehézségeivel, segítő embereivel együtt. Az egész életünk arról szól, hogy az édesanyánk aggódik értünk, mint ahogy a Jézusért az édesanyja. Esünk, kelünk közben, amíg az életutunkat végezzük. Van, akik segítenek nekünk is a életünk keresztjének a hordozásában. Valakik siratnak bennünket, mert megsajnálnak néha. Valakik pedig minket is megcsúfolnak, vagy minket is bántanak, ugyanúgy, ahogy Jézust tették a keresztúton. Ezért fontos az, hogy akár valaki hívő, akár nem hívő, akár tudatosan végzi, akár nem, azért jobb, hogyha tudja, hogy amit Jézus a keresztúttal végzett, azt igazában miattunk, és a mi példánk szerint tette. A kávária kápolna a város fontos szakrális helyszíne volt a múltban is. Sok helyi számára fontos családi hagyomány az idelátogatás. Azért fontos, mert ebben nőttem fel valamikor is. A húsvét egy nagyon fontos ünnep volt számunkra, meg a családomnak is. És próbálja az ember még tovább vinni ezt, hogy igen, az ünnepnek ez a meghitt része. A húsvét erről szól legalábbis. Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti bárányunkat megölték értünk. A húsvéti szertartások és az egész egyházi év talán legkiemelkedőbb és legösszetettebb szertartása a vigília, amely virrasztást jelent. Az idén puszta Somorján tartott ünnepre sokan jöttek el, köztük a város tiszteletbeli polgára, aki Svájcból utazott haza a 90 felé közeledve. Ez olyan ünnep, hogy a család egyben van, csak hát sajnos már megvan szitálva. Már nem, nincs az együtt tartás. A gyerekek is más vonalon vannak, azok is más az életjük. Hát. Na jó, hát mit mondjak neked, egészséggel, háló Isten, megmondom, hogy eljövök, össze háló Isten sikerült. A szombatesti misén az egyház az est beköszöntével már a vasárnapot, a keresztre feszített Jézus feltámadását ünnepli. Ekkor történik a tűz meggyújtása és megáldása. Utána pedig a húsvéti gyertyát gyújtják meg, amely a feltámadt Jézust jelképezi. A lángot öröménekkel kísérik a templomba. Ekkor szólalnak meg a nagy csütörtök óta hallgató csengők, harangok is. A hívek megújítják keresztségi fogadalmukat is. A helyiek hagyományosan körmenettel is hirdetik a világnak, hogy feltámadt Krisztus. Ilyenkor az oltári szentséggel a templomtól a közeli kápolnáig vonulnak.
hirdetve a húsvét teljességét, a feltámadást és a megváltást. Emelt az önkormányzat az iskolai és óvodai étkezés árai, de korántsem a szükséges mértékben. Az önkormányzati főzőkonyha térítési díjai kerültek terítékre a múlt heti képviselőtestületi ülésen. Az emelés kényszere tény volt az elszabadult élelmiszerárak miatt, a mértéke azonban a testületen múlt. A gazdasági bizottság hangsúlyozta, nem piaci árképzést figyelembe véve is már a korábbi díjak 35%-os emelésére lenne szükség. Ekkora növekedést azonban nem szeretnének a válság által amúgy is sújtott családokra terhelni. Polgármesteri javaslatra ebből mintegy 15%-ot átvállal az önkormányzat, a térítési díjak így a gyermekeknél közel 20%-kal emelkednek. A szintén piaci ár alatti vendégétkeztetésnél az emelés közel 400 forintos lesz a mostani 1000 forintról. Később az intézményi dolgozók számára is külön tarifát alkothat a testület, most azonban csak a családok terheinek mérséklésével foglalkoztak. Azt gondoljuk, hogy a 20%-os emelés is az egyéb növekvő terheik mellett bőven elegendő lesz. Viszont fontosnak tartjuk azt kihangsúlyozni, és ezt kérjük is majd az intézményvezetőket, hogy akik a szülőkkel találkoznak ennek kapcsán, az emelés kapcsán, azért azt tudatosítsák a szülőkbe, hogy az önkormányzat majdnem úgy dupláját kellett volna még ennek is emelje, és ahhoz képest tényleg tulajdonképpen egyfajta támogatásként ezt lenyeli, vagy belnyeli át, veszi a családoktól ezeket a terheket. Újra összeültek a város civil szervezetei a művelődési ház meghívására. A hosszú évek óta működő helyi civil fórum lényege, hogy a közéletben és programszervezésben aktív csoportok minél jobban együtt működhessenek a helyi művelődés szervezéssel és az önkormányzattal a város érdekében. Most egy megyeszerte népszerű kezdeményezéshez kérte a civilek csatlakozását a város, arra, hogy fogadjanak örökbe egy számukra kedves közterületet, városi vagy külterületi parkot, ligetet, közösen szépítve János Somorját. A civilek a városüzemeltetővel együttműködve maguk formálhatják a környezetüket, és egyben szebbé, otthonosabbá, egészségesebbé is tehetik azt. Akár új funkciókat is adhatnak egy-egy közterület résznek, virágos kerté, konyha kerté, játszótérré, értékes, érdekes növényeket bemutató parká, mélegelővé alakítva azt. A civil fórumon egyeztettek továbbá a tavaszi programokról és szervezési együttműködésekről is, de már az április 30-án ránk váró városi majális előkészületeiről is szó esett. Újra elindult a Fecskebarát János Somorja program, amelynek keretében ingyenesen kapnak agyag fecskefészkeket, akik vállalják, hogy felhelyezik azt ingatlanjaikra és óvják a madarakat. A program tavaly vette kezdetét, akkor a jelentkezők között közel 40 fészket osztott ki az önkormányzat, amelyeket fából készült fecskepelenkával is elláttak, mielőtt a lakókhoz került volna. Idén több mint 40 fészket osztanak ki a felhívásra jelentkezők között a készlet erejéig, de a Moson térsége gazdakör is vállalta, hogy tagjai helyi pajtákra, gazdasági épületekre is raknak. A tapasztalatok szerint a műfészkek akkor a legsikeresebbek, ha már több másik közelébe helyezik őket, illetve jellemzően egy év eltelt a kihelyezés után. Tavaly a program keretében az iskola diákjai kézműves műhelyen készítettek fecskéket népszerűsítő táskákat, idén a tervek szerint fecskeszámlálást tartanának majd a diákok bevonásával. A programot teljes egészében a város finanszírozza. Jövő héten a költészet napját két programmal is ünnepelhetjük a Városi Könyvtár segítségével. Kedden délután irodalmi kávézó vár mindenkit, szerdán 17 órától diákok szavalatai és a Rizikófaktor Petőfi estje hallgatható meg. Szombaton délután a helyi német kitelepítésre emlékezik a német nemzetiségi önkormányzat, szentmisével és filmvetítéssel egybekötve. A programokra várják az érdeklődőket. Ezek voltak húsvét hetének legfontosabb hírei, tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!